Na. Olé, olé, működik minden. Kamera is back. Fene. Itt. És itt a lényeg. Na sziasztok, sziasztok. Bocsi, egy kicsit szarul lett megcsinálva, hogy ki kell egyensíteni ezt a kamerát. Itt. Így. Így. Kicsit közelebb. Unboxing videó. Kés. És egy bazi nagy csomag, amire már nagyon régóta vártam. Hát végre megjött jó sok noszogatással, de nyissuk ki. És akkor mindjárt előm a poént, hogy mi is ez valójában. Remélem nem vágom szét a dobozt. Nagyon. Kicsit még itt. Még egy kicsit. Mondom, még egy picit. Hú, baszki, ez aztán be van oplálva rendesen. Ez az ágyam volt. Már még rajta ott van. Hú, bocsika! Hí, bazd meg! Erős amúgy a kés. Kibögtem a terítő ágyalóhúzatot. De... Azt rohadt életbe. Csak ki összejön! Izom, erő. Elhoztam valahol a receptúrát. Nem, ez szokványos unboxing, ez tényleg, mert nagyon béna vagyok ilyen terén. Nincs drága főszerelés, meg semmi. De megoldjuk óvatosan. Oh my god! És így van! Minden megvan! Szűk, megmondom én nektek. 6. hó. 27. 20. 6. hó 20. És most van november 23. Hát életem legboldogabb napja! Pókember Miles Morales Ultimate Edition. Hát akkor kitalálhatjátok, hogy mi is ez valójában? Hát a PS5-ön végre megjött, amiről sokat beszéltem, vagy harsogtam a csatornáról. Csatornámon, bocs. És ez a méretes doboz. Mika, nézd már. Hogy kitalálták? Mi ez, várjál. Bangkok. Tonnyen ízű. Kaptam mogyirácsát. Nem vagyok mókus, de mindegy, de kaptam. Azt mondja, ez nem az enyém. Ez nem. Őszinte leszek meg, hogy én nem tudtam átvenni, átvettem más. És ezért nőknek való cuccot is raktak bele. Ez egy Philips kedvezményes kuponpapír. Ez egy postapontos papír. Erről már... Most őszinte leszek. Ebből én már egyet kaptam. Mert volt egy Müxi gondocska számítógépen, ugye lehagyott. Megrendelt és leadta. Ebből megjött az egyik. Itt a másik. Úgyhogy ez egy PS5 kontroller töltő egy darabhoz. Nem rendeltem duplát. Most van 2 1-es. Vagy eladom, vagy lesz tartalék. Én mindegyiket kinyitom persze, külön. És akkor... PS5 kamera. Végre lesznek facecamos videók. Hát az idegbeteg fejem az hozzátesz egy mércével szerintem, a Rage. De végre lesz facecamos videó. A kést kiszedjük.
és akkor nézzük ezt a bazinagyot dobozt. Vákum! Vákum! Baszki! Nem, nem tudom összebaszni meg! Azt a kurva már nagyon drága volt! Jézus! Úristen! Jó, inkább fölállok hozzá. Az élet nagyon öröm, nagyon teli öröm. De akkor minek tartsam meg a dobozt, nem? Nagyon. Ez az erő, asszok! Kérem szépen! Ez megy a picsába. Ez megy itt. Ah, ezt óvatosan. Az a patok-tök-tök-tök-tök-tök-tök-tök. Konzolvilág. Nem szponzorát tartalom, de végre megjött. Tényleg végre megjött. Égni. Hát... Mit is mondhatnék, megérte rá várni? Hát ezt elrakjuk. Ez a szállító levél, ez nem tudom mit mi. Ezt se tudom, hogy mi. Garancia jegy! Ó, kaptam hozzá garancia jegyet. Nice! Ezeket el kell tenni. Na és most. Hát a lényeg a lényege mindennek. Így. És így. Tökéletes. Na meg így. Várjatok? Szerintem ezt oldjuk meg. Így. Utolvány, utolvány meg ezeket ezt. Félreteszem meg a mozsirácsát, én nem fogom megenni, mert nem vagyok nagyon odaérte ezért a fajta, és csak a pörkölt földi magyaróért. Na mindegy. És... Hát akkor nyissuk ki azt a szép, grandiózus, meg a csomagot. Szerintem később vigyázunk. Annyi, hogy még kicsit közelebb próbálom húzni a kamerát, csak hogy... Egy. Ups. Júj. Jó. Így. Csinálunk egy fotót. Az unboxing videó. Kereteim belül! Cheese! Vagy Jesus. Így. És akkor nyissuk ki. Hát akkor kezdjük ezzel. Nem titok, Miles Morales Pókember Ultimate Edition. Mihez jár? A 18-as Pókember felújított változata. Nyissuk ki. Insomnia Games. Azt lehet, hogy nem úgy vágtam el, ahogy kellett volna. Mindjárt megoldjuk, dehogy nem. Kibontjuk. Így. Így. Szélével semmi baja, ne aggódjatok. Hups! Majdnem elrontottam. Ezt megfordítom. Ennyi az egész. Ezt azért fordítottam meg, mert rajta van a Pokémon Remastered-nek a gódja, amit be kell váltani digitálisan. Na. Ugye ebben van egy szekrényemben egy pót darab. Legyen pót darabnak mondjuk. Nyissuk ki. Hát, megnézem, hogy ki tudom el húzni ujjal. Emeljük ki. Vagy nem. De mindegy. Ebb franc egye meg. Hogy a faszomban van ez. Jó, hanem ugye a doboz nem fogom nagyon megtartani, tehát... Most nem mondjuk, lényegében egy előkarácsony ajándék. Bocs. Így, így, így. Így, né? Nézzük meg. Azt mondja, hogy... Hú, de szép. Aszta. Mindjárt várjatok. Jó, mert... Oh, hoppá! Itt van hozzá, amit tudom én, ez fogalmam sincs, hogy mi most majd rájövök. Na, még ebben valami, hogy kukkancsi vele. Papír, nem? Fasz.
Mi a szar van ennek az alján? Fény felé fordítom. Kell ebben még lenni valaminek? Nem. A kontrollert kell ráhelyezni ide, outpost, impost. Én nem értek ehhez, majd rájövök, bocs. Az biztos, hogy hogyan van? Ja, a doboz árulkodik. USB-t a gépbe gondolom, USB power. Ide. Hát te, erre majd rájövök, jó? Ezt nem tudom, na mindegy. Ez a kontroller töltő. Ennyi. Nem egy nagy vasizdasz. Majd erre rájövök, hogy ezt hogy kell használni. Meg megnézem, hogy az alján esetleg van valami más. De szerintem nincs. És jöhet ekkora más harmadik csomag. Más. De a harmadik csomag. Negyedik a gép. Rágjuk ezt szépen. Karaszbön. Nem jót össze. Ez egy elég fajátott unboxing lesz, mert az izgatottságtól tényleg remegek meg minden. Mint a nyár. Fagycsös levél. Így né. Így né. Azt mondja, hogy basszus kulcs. Megoldjuk így. Mondom, nem tartom meg a dobozokat. A öcsém szétszedheti őket, hogyha akarja. Meg a rákcsáp is megeheti, hogyha akarja, mert ő szerintem szereti a magyarót. Mert most itt van az ajtó mögött, csak itt a dekkole. Játssza a susogót, a mukogóst. Aztán. Oh! Oh! Hello! Megoldottuk a problémát. Oly. Megvan a kamera. Hát elég kicsi. Először fogok PS kamerát a kezembe, a doboz a nagy, de ez itt a PS kamera, befóliázva. Kábel. Meg fólia. Ennyi az egész. Tök zsírfal, minden, fészkamos videó. A könyv leírása. És hát zárásként. Nem van ez a késége. Zárásként akkor a vágjuk körbe. Itt is. Ennyi. Ennek kinyílik a teteje. Jól tudom. Így van. Hups. Ki kéne húzni innen valahogy. Mondom valahogy. Kijön, csak nehéz a fogása. Jaj, megvan. Jó, a doboz is nem kell tőled. Ami a lényeg, az itt van. Hát agresszívan be van csomagolva, azt kell, hogy mondjam, szép, nagy, cuki-muki meg, mi egyéb cuki-luki. Jó, most a kartonpapírból van, mert bármilyen szép állni a lábamat. Aztán. Hogy a franc... Ha milyen francia lehet, az meg ezt így összevágni. Volt, tudom. Hungarocell le. Hungarocell le. Na. És akkor szó. Ez a gyönyörű szép PS5. Így van. Bocsuk ki. Azta. Nice.
Na, itt a gép. Babám! Végre. Megérte rá várni. PS5, ez az alja, bocs. Hátulja. Ezt mondja, van nekünk itt ilyen kettő USB-nk, egy LAN kábelünk, egy HDMI kábelünk és egy TAP kábelünk. A szokás. De most megmondom az őszintén, így van a gép jó. Így, nem? Vagy hogy van? Ouch! Így. Így van a gép, és így lehet állítva használni valahogy, majd erre rájövünk. És akkor nézzük a másik kis dobozt, amihez jár. Megnézzük, mi áll hozzá. Nézzük ki. Így van. Útmutató. Ez nem mond neki már semmit. Vékony útmutató. Beüzemeléshez. Itt van az állítható talpa a gépnek, amin lehet állítva használni, amit én lehet, hogy meg is fogok tenni majd. Idézőjelben majd meg fogok tenni. Na, gyere már ki. Jó, csak irázzuk. És ilyen az állítható talp. De tényleg csak egy talp. Ami nem is tudom, hogy most melyik oldalára kell rakni. Majd ezt is kiderítjük. HDMI kábel. Pipa. De nekünk ez nem kell, mert vettem egy jobbat. De van. Köszönjük. És akkor most jön a másik lényeg. TAP kábel. Ez is van. És akkor a nagyszerű új kontroller, ami nem DualShock 5, hanem DualSense. Szép nagy. Meg mi egyéb. Tökéletes. Ennél jobb nem kell. Remélkedjünk, hogy az, amiket írtak posztokban, és nem mindenek oda. Kontrollált töltőkábel. Mehet. Na. Hát lényegében teljes a szett, megvan minden. Minden fasza. Megvan a Collect Collection, amire már nagyon régen vártam. Egy nagy Next Gen élményre. Végre megjött, igaz, sokat kellett őket noszogatni. De megérte. Megérte. Ennyi. Megérte. És, ja. Összességében a végeremény tökéletes. A beüzemelés és videót azt mondom, hogy majd átteszem más. Lehet, hogy most ezenki egyből megcsinálom, de nem ebből a videóban, hanem egy másikba. Úgyhogy, hát ennyi lenne ez az unboxing, úgyhogy lényegében ennyi. Tényleg. Na legyetek jók, sziasztok!